Úgy szeretem már Rudustót, hogy el nem felejthetem Zágunt. Írta Mikes Kelemen. Én pedig úgy szeretem a Székely-Mennyei megyei futbolt, hogy ki nem felejthetem a Sórbó Zágunt. Kovászna megye legnagyobb községét, amely nem csak Mikes Kelemen, Szabó Katalin, Csutak Vilmos szülőfaluja, de még a jelenlegi megyeelnök Tamás Sándor is zágoni születésű. Kicsit körülnézünk, felszívjuk magunkat a helyi értékekkel, kultúrával, megismerjük a Toronyóra történetét, aztán pedig a zágoni csapatot. Ebben az epizódban az FC zágoni törekvés csapatának meghívásának teszünk eleget. Verekedés közben kitört a futballmeccs. Köszöntök mindenkit a legújabb epizódba. Hát innen Zágonból Mikes Kelemennek a tőzspályától kezdjük a mai kalandot. Nem akármilyen meccsre jöttünk, eléggé derbi hangulat van. Zágon községnek a csapatjának teszünk eleget a meghívásának. A bajnokot fogadják, de úgy, hogy ők a kupagyőztesek. Tehát a tavaly évben Zágon lett a kupagyőztes, Bardosz lett a bajnok, és ezt a meccset nézzük ma meg, a ketteknek a párharcát. Illetve hát kicsit szétnézünk, utána járunk Mikes Kelemennek, kulturális szempontból megközelítsük Zágon, még mielőtt a meccsre mennénk, úgyhogy tartsatok vele. Itt vagyunk Mikes Kelemennek a tölgyfájánál, vagy a tölgyfájinál ugye. Most már van egy élő még, illetve egy hát halt, amiből elég szép látványosság lett kihozva, kidolgozva. Ez hogy történt, vagy mit kell itt tudni erről? Hát erről azt kell tudni, hogy ugye a Székely családoknál volt egy szokás, hogy amikor a családban gyerek született, akkor az édesapa fát ültetett annak örömére, hogy gyerek született a családban. Ez ugyanígy történt 1690-ben, amikor is Mikes Kelemen született. Az édesapja Mikes Pál két, illetve három tölgyfacsemetét ültetett el. Az egyikről nem tudunk semmit, hogy mi lett vele, de a másik kettő az most megérte a 333 évet. 1999-ben egy vihar során erről a még élő tölgyről, ott látszik is, hogy lehasadt egy ág, és abban az évben erre járt egy magyarországi fafaragó képzőművész, akit úgy hívnak, hogy Mónus Béla, és látta, hogy ide le van esve a földre az az ág, és akkor azt mondta, hogy nem hagyja, hogy az ágoniak tűzifat csináljanak belőle, és egy gyönyörű térplasztikai alkotást hozott létre. 2018-ban sajnos ez a tölgy teljesen kiszáradt. Hát ugyancsak őt kértük meg, Mónus Bélát, hogy kezdjünk valamit ezzel a kiszáradt tölggyel. Észrevette, hogy a fának a belseje üres, úgyhogy kipucolta, kifaragta, a külsejét is kifaragta, úgyhogy ez most még egy jó darabig megmarad az utókornak. És ugyancsak itt található, itt velünk szemben, ott látszik az a műemlék. Tehát ott van egy, mai napig látszik egy kis háznak az alapja. És arról azt kell tudni, hogy hát egyesek úgy tartják, hogy ott állt az a ház, ahol Mikes Kelemen született. Írásos dokumentum nincs róla, úgyhogy nem tudjuk pontosan, hogy igen-e vagy nem. Abban az időszakban ilyen eléggé puskaporos volt a levegő a család körül, mivel ugye ők a Habsburg ellenesek voltak, és ugye állandóan zaklatták a családot. És akkor megtörténhetett az, hogy az édesanyja ide vonul vissza, ugye mert ez Mikes birtok volt itt még egész felfelé, és ide vonul vissza, ugye kicsit eldugottabb a hely, hogy megszülje a Mikes Kelemen. Tehát lehetséges ez a magyarázat is, 70%-a rossz. Ha erre a sorsa jut, akkor kifaragtassák ugyanúgy? Mindenképpen. Hát szerintem ez egy zseniális ötlet, tehát ez így legalább tényleg megmarad, az utókornak szépen néz ki. És ennek is a bele, ahogy látom, már üresedik, úgyhogy ki lehet valamit hozni belőle.
idővel. De reméljük, hogy minél további. Hát, amíg él, addig nem bántjuk. Van fány gomba és kiülő, úgyhogy ha valaki ide jó, akkor meg is tud pihenni. Vagány. Hát ez úgy volt, hogy annak idején ugye Zágonnak vásári joga volt. Jöttek ide hétfőn a piacra, mert ugye Zágonban hétfőn van a piac. Az akkori bíró kihirdette, hogy gyűjtsenek össze pénzt a zárusoktól, hogy vegyenek a toronyba egy órát, hogy lássák, hogy hány óra. És a zárusok azt mondták, hogy az Zágoniaknak kell óra, akkor vegyék meg. És azt mondta a bíró, hogy nem baj, megveszük, de úgy fogjuk megcsinálni, hogy ti nem fogjátok tudni, hogy hány óra. És nekifogtak, és mikor felrakták, megfordították a mutatókat, úgyhogy a nagy mutató mutassa az órát, és a kicsi mutató mutassa a percet. Kúriának a neve az Mikes Szentkereszti Kúria, és azért használjuk így a nevet, mert eredetileg a Mikes családé volt, csak ugye a Kuruc szabadságharc leverése után a Mikesek vagyonát elkobozzak, és átadták a Szentkereszti családnak. Tehát akkor, ahol most állunk, ez egykor a Mikes családnak a birtokát képezte, ez így az egész van, tér. Így van. Tehát jelenleg a Kúriában egy helytörténeti múzeum működik, négy emlékszobával, ez négy olyan személynek állít emléket, akik nem mindegyik Zágon szülöttje, hanem valamilyen szinten kötöttek Zágonhoz. Kitalálhatom ezt a négy nevet. Már azért készülgettem én is. Hát ugye akkor Mikes Kelemen. Így van. Csutak Vilmos. Így van. A színésznő Kismanyi. Így van. És a negyedik hát Szabó Kati. Ebben az egyben most egy kicsit mondok. Domokos Géza. Domokos Géza. Gézának van emlékszoba. Szabó Katinak nincsen emlékszobája. Neki otthon van a családi háznál. Na, a Domokos Gézáról én viszonylag kevesebbet tudok. Én azért is nem tudtam őt kitalálni, azért mondtam inkább ugye Szabó Kati, mert tényleg nem sokat tudok róla. Látom, hogy a író, politikus, műfordító volt, de itt nagy vonalban mit teszi meg, tudjam. Tehát az, hogy ő sem Zágonban született, de ő is a gyerekkorát azt itt töltötte, a gyerekkorának nagy részét, mivel hogy a nagyszülei azok itt laktak Zágonban. Tulajdonképpen az erdélyi magyar irodalom egyik kiemelkedő személyisége a 20. század második felében. Ez a Kismanyi emlékszoba. Róla azt kell tudni, hogy a gyermekkora itt töltötte Zágonban. De így nem van, tehát 8 hónapos volt, amikor a család ide költözik Zágonban. Melyik volt a legkívesebb film, azt tetszik-e tudni, amikor játszott? Ludas Matyiban játszott még, Tüskevárban is. Kossuth Díjas színésznél volt? Kossuth Díjas, Jászai Mari Díjas, érdemes művészi, kiváló művészi, tehát minden díjas, amit egyszer lehetett születési helye Zágon. Akkor még ami, tehát a haja színe azt mondja, hogy se színű. Se színű? Igen. Hú, magának jó szeme van, én nem látok odáig. Ugye van egy híres lágya is, ami mai napig híres, legalábbis Zágonban, ami úgy szól, hogy jaj, de jó habos sütemény, és azt ő énekelte. Jaj, de jó a habos sütemény. Na, hát itt ugye most a Csutak Vilmos emlékszobában vagyunk. Róla annyit tudok, hogy ő a Szent Györki Székely Mikó kollégiumnak több évtizednél, talán két évtizedig volt az igazgatója. Van egy szobra az iskola kapuja előtt? Történelem tanára is volt, és a Székely Nemzeti Múzeumnak is ő volt az első igazgatója. Ezt nem tudtam például. Van itt még egy érdekesség, tehát ez a rovar és lepke gyűjtemény. Helyi gyűjtőnek a munkája, akit úgy hívtak, hogy Temesi Milan. Itt még Zágonban maradt egyáltalán valami bogár, valami lepka, mert itt azért elég szép összejövetelben, itt összehasszett van minden. Nagyon sokan jönnek és csodálkoznak, hogy hát hogy ilyenek léteznek. Hát valamikor biztos, hogy léteztek, ha itt összefogdosták ezeket a lepkéket. Na, hát ugye Mikes Kelemen, ugye a magyar szépróza megteremtője. 1690-ben született, augusztusi hónapban, alig két hónapos, három hónapos kor volt, amikor az édesapját elviszik, úgyhogy nagyon nem is ismerte az édesapját. Utána elég zaklatott kisgyermekkora volt, mert többször menekülni kellett, és egy idő után aztán a zabolai rokonokhoz mennek
és Mikeskeremen Kolozsvárra kerül a jezsuita kollégiumba, tehát itt végzi a tanulmányait. 1707-ben II. Rákóczi Ferenc fejedelem udvarában megalakítják a Nemesi Fiak Társaságot, és ebből a társaságban meghívják Mikeskeremet is, és úgy megtetszik neki ez az udvari élet, hogy ott marad a fejedelem mellett. Először ugye irodeák, utána aztán majd mind a fejedelem tanácsosa. Igen, 1711-ben ugye leverik a kurut szabadságharcot, megkötik a szatmári békét, és fejedelmet száműzik az országból, és mivel Mikes Kelemen hűséget esküdt a fejedelemnek, ezért ő is vele megy ebben a vele tart ebben a száműzetésben. Rodostóba telepednek le végleg, és Mikes Kelemennek itt telik el 43. Hátra lehet 43 esztendeje. Itt írja meg azt a többek között azt a 207 levelet is, amit később halál után adnak ki törökországi levelek címen. És hát ő volt az utolsó, aki meghalt Törökországban, és mivel Pest is meghalt, meg egy közös jelöletlen sírba temették el, éppen ezért lehetetlen volt felkutatni és hazahozni a földi maradványt. Hát ez a kis koporsó, ez jelképesen, tehát jelképezi azt, hogy mégis hazahoztuk Mikes Kelemen földi maradványait. Hát gyakorlatilag néhány maroknyi földet hoztunk haza Törökországból, és helyeztük el ebbe a kis koporsóba. És egy ugyanilyen temettünk el, fent, ahol már jártunk, és ahol mondtam, hogy van ez a házhely, ahol van az emlékünk. Itt négy nemes személyiséget említettünk meg, de van nekünk még egy ötödik, akit úgy hívnak, hogy Szabó Katalin. Hány ünnepélye aranyére van? Tehát négy aranyérem és egy ezüstérmet nyert a 1984-ben a Los Angeles-i olimpián. Ő mai napig járt az Zágonba. Úgy tudom, hogy Szentgyörgyön a sportcsarnokot azt róla nevezték el, Szabó Katalinnak hívják, illetve amit még tudok itt Zágonba, hogy az óvoda van az ő nevén, és a Mikes lenyő van az iskola, ugye? Igen. Jól tudom. Akkor nem gyárt készíteni, jó? Ezek Aliék, ezek az idegen légió. Igen, igen. Új igazolások, mi? Itt a primad, ne? Itt a fizetséged, marad. Na, de miért kezditek a korcsománál a napot? Vagy hogy? Mindig így szoktuk. Vannak, akik nem bírják ma, annék. Ülök a nappalimban, a tekintetem bamba. Meglátszom a napfényt, de a fővérő azt mondja, hogy pénz! De a pénztárcám üres, a sportcipőm meg füves. Míg nincs fizetés, addig nincs üdülés. Egyszer kint, egyszer benn, egyszer fent is, egyszer lenn. Egyszer fehér, egyszer fekete, egyszer gyerek, s egyszer zsemete. Egyszer józan, egyszer részek, egyszer futok és egyszer lépek. Egyszer jobb és egyszer rosszabb. Az van-e benne, ami rajta ír meg? Az. Általában itt nálunk Szigetfődön nem az szokott benne. De az van benne. Igen, igen, a kólás üvegben a szilvapálinkas, a fantásban az alma. Szerintem kóstolják meg, mert... Miért tényleg annyit kóstolgattuk, hogy... Nem mondom, nem. Nem tudják, mit hagynak. Csak egy kortyú. Csak így a szajvizet, kóstoljon meg. Tegnap bálvú, csak azért? Igen, igen. Nem látszik rajta, hogy nyelszik. Piros rajtok vagyunk. Tudod a viccet a bírság? Két madárka ül a fán, és az egyik odaszól a másiknak, hogy bírs, és a másik azt mondja, sőt, seretlek. Na igen, mert te ságot, mi? Kamilyen meccs lesz? Amban biztos. És mennyit tippe? Hát valahogy kéne nyárjunk. Én egy ilyen 2-1-re tippelek. Én is azt akartam mondani, 2-1. Egy gólal többet, mint a... Igen. Így van, egy gólal többet, de én azt mondom, lesz ma 3. Én csak így mondom, 2-1. Jó, köszönöm. Várján, a gyere, mutasd, hogy milyen fotógéped van. Most már azt is megtudtuk, hogy akkor az Ágoni csapatnak az ódáján azért vannak ilyen jó képek, mert te csinálod. Így ugye. Van. Örökétig itt vagy a csapatnál? Szoktál? Igen, legtöbbször minden meccsen ott vagyok. Jó, ügyes vagy. Tudom. És már mi lesz akkor ma az eredmény? Ja, ilyet ne kérdeztél le. Tudom, hogy maga a Kovász nagy lakos, de az Ágonnak szurkol. Nem csak szurkolok, hanem... Támogassa ezt a csapatot? Miből lehet ilyen? És ez mi van ez, hogy Kovásznaiként? Már ugye azt tudom, hogy ott is van csapat például. Van persze csapat ott is, de ide húz vissza gyere, a Zag. Innen
édesanyám, ide valósultak egy villabonzat. Gyere, gyere, olcsod! A barátság sa. A barátság sa. A szeretet a fotbalira. Hazahúz a barátság. Az visszahúz. Jó, köszönöm. Na hát, itt Zágon az elmeti iroda, az arról híres, hogy van pálinka. Ha van pálinka, az jó hely. Isten éltesen, Csabika, Isten na, hozott. Meghívás. Isten hozott. Hát nagyon fel vagyunk készülve erre a mai meccsre. Annyi, hogy a kupagyőztes játszik a bajnok csapat ellen. Reméljük, hogy egy szép mérkőzés lesz. Milyen érzés volt megnyerni a kupát? Már azért tudom, hát, hogy ott volt Gyuszi bácsi. Ott voltam a kupán, igen. Bele is kellett segítsek a csapat felállításba, mert hanem nem tudtuk volna a kupát sem hozni. Akkor nem ezek a játékosaink voltak, brassaiak voltak, ők húztak maguk fele. Tudja, Csabik elmondtam. És akkor azután, tehát a tavalyi kupagyőztes csapat akkor kicserélődött? Kicserélődött, igen. Most jelenleg Kovász megyei mindenki, fiatal gyerekek, 2000, nagyon fiatalok. Olyan fiatal a helyi csapat tényleg, hogy 23-asban Csabi Druszám akár az apjikes lehetne így kinézetre, de azt tudni kell, hogy egy jó csatár itt Kovász, nem egyébben eredményes. Most először fordul elő olyan, hogy olyan csapat a vendég, csapat, akinél már forgattam régebb, ugye Bardóciaknál második epizódban jártunk még a tavaly ilyenkor. Hát erősen kíváncsi leszek, hogy mi lesz az eredmény, én tippet sem merek mondani. Itt mind a két csapat bizakodva jött, mind a két csapat meg akarja nyerni a meccset, ilyenkor szokott jó meccs lenni. Mondjuk itt Zágonban ilyen VIP szekció is van, hogy hangosítás minden két nagy boxáról, lehet rakni a zenét, kérésre lehet kérni. A laptopon DJ Dark van, azaz DJ Sötétség, de a pályán elég jó fények vannak, úgyhogy hál' Istennek nincs sötétség. Melyik az első becsúszás, az első pályás, az első gól? Egy kérdése van, mi oda tesszük-e magunkat? Na hát akárhogy is úgy nézett ki, hogy Bordóz támadott jobban, az Ágoniaknak az akarata érvényesült, amit mondtak az ötöző, vagy az első gólt ők rúgják, az sikerült. Nem tudtam felvenni, de megvan az első hazai gól, 1-0-ra vezet a hazai csapat. Kemény, innentől kezdődik szerintem a pirítós meccs. Itt az államfél csapat ugye el van marad, az első csuklós buszt, amikor megleadtak, az itt a harmadik, a kezdtek táncolni körülött. Ilyenkor, amikor a labdát oda elrúgják, ki menj utána, ki hozzá vissza? Vannak a csere legények. Ők, és hol mennek? Ők az intervenciósok. Van egy kis kapus. Tetszik-e a meccs? Jó-e a meccs? Jó?
fiam itt futballozik. Az Ágoni csapatnál? Most jöttem legelőre. És honnan tetszett jönni? Már egy faluból? Kiémből. Kiémből. Mit gondol, hogy ma nyár neke? Remélem. És hogy éri meg maga ezt, hogy egy ilyen tehetséges, ügyes fia vannak itt a megyeiben? Az elég sok gólt rúgott, jó csatá. Sokat, igen, már volt király is ma. Akkor, mikor Kiémbe futballozott. Sok gólt rúgott. Akkor mi rendeztük a csapatot. És aztán, mikor elment, akkor mentem, ahol ő futballozott, én is mentem minden vasárnap. Akkor büszke anyuka tetszik. Ha, nagyon. Milyen szép jelenet volt, hogy egyből a hazaiaknak a védője észrevette, hogy a csatár lesérült, és egyből intett, hogy jöjjön a segítség, úgyhogy fair play-ből levizsgázott. Hát fél időben egy-egy a végén kiegyenlített Bordót, elég szép fejes góllal. Most már megkezdődött a második fél időt, hát lássuk, én most a fél időtől egy ilyen jó parázsmeccset várok, hogy ezek most oda fogják tenni, szedni, ahogy illik, úgyhogy kemény lesz, hogyha elszabadulnak itt az indulatok, de nem biztos, de erre tippelek. Hát itt végig egy temes megadta, hogy ki van kapkozol. Egyszerű szilakka, és kikapunk ember. Az van, amit mondtam, megmondtam, hogy itt menet lesz. Kapust nem tudom, megpiszkálta-e a csatár, nem, biztos, hogy meg kell piszkálja, már kiborult. Labdástól együtt felbőtte a csatár. Pirosat kapott a hazai kapusnak, innentől most nehéz lesz a hazai csapatnak. Gondolkozz el, mit csinálsz? A szégyen magadat, mit csináltál? Ki fogja elvédni a kapust? Ki? Nagyon gól, ki? Nem gól! Faszopó! No blufu!
Ahányszor halljátok, hogy Józsi, annyiszor ígyatok meg egy felest. Akkor nem lesz baj a videónak a végére a hangulattal. Hát az eredmény az maradt 2-1, az Ágon kikapott, sajnos ebben az egyéni hibával ment el úgymond a meccs, a cserekapus az hatalmas 3 nagyot védett. Én arrébb is vonultam addig, amíg kicsit a kedélyek lecsitulnak, már erősen ideges mindenki ilyenkor, de ez természetes. Ment a bírószidás, mentek a veszekedések, úgyhogy másképpen amúgy ez a meccs, ez jó volt. A bíró egy kicsit tudott járni, tudott kicsit jobban bírálkodott volna, már nem biztos, akkor kikaptok volna, jobbott volna rá egy csapat. Hát a fiúkkal nem volt mit csinálni, mert elég jól játszottak a fiúknak. A bíróaskodással tudott figyelni jobban is. Mondjuk a lányékkel nem volt annyira, elég jól működtek egy darabig, aztán ez van. Ez a mesprű van. De most nem kapott semmit. Egy lány. Ezt a meccsre kaptam. Ezt a meccsre kaptam. Mire kaptam? De én legalább kaptam. Csabi, kapott egy lányt, Ali, te nem kaptál. De Csabival először. Hát én csak sőt.
Én meglepődtem, hogy te vagy az edző, általában minden csapatnál, ahol vagyok, ott egy idősebb bácsika szokott az edző lenni. Meglepődtem, és ami még jobban meglepett, hogy mennyire kordába tudott te nagy fiatalán tartani ezt a csapatot, hogy hogy hallgatnak rá, és milyen fájn dolog volt az öltözőben az, amikor szóltál, hogy na 3 perc múlva itt vagytok, akkor tényleg mindenki azt csinálta, amit mondta. Hát így van, ugye ahogy mondod, biztos, hogy nem egyszerű. Ugye, hogy még fiatal is vagyok, de úgy gondolom, ha megfelelően kommunikálsz a játékosokkal, folyamatosan beszélsz velük, oda mész, megkérdezed, minden rendben, tehát legfontosabb a kommunikáció. A meccsről láttad te is, hogy a kezünkben volt. Vezettünk, megszereztük a vezetést elég hamar, de sajnos jött az a piros lap is, az volt a fordulópont igazából a meccsen. És 10 emberrel is rajtuk voltunk, láttad egész végig. Én azt mondom, a fiúk nagyot küzdöttek ahhoz képest. De na, sajnos így alakult. Tényleg mi mindent megtettünk, hazai pályán is játszottunk. Az a piros lap, de persze nem hibáztatunk senkit, ez együtt győzünk és együtt veszítünk is. Ez tényleg így van, aláírom, ez történt tényleg. Nagyot küzdöttetek, én is láttam. Elégedett, akkor lennék, ha nyertünk volna. Célok, ugye, hogy még új csapat is vagyunk, tehát én is idén jöttem, a játékosoknak is több mint 90%-a új. Tehát célunk egyenlőre az, hogy minél feljebb végezzük. Ha első, 2-3-ban ott tudnánk lenni, akkor az nagyon jó lenne, de látod, becsúsznak a vereségek. Mit számítotok a kupába? Ugyanúgy akartok mondjuk ja, egy OSK-hoz hasonlóan, ti is szeretnétek címvédők lenni? Persze. A kupát is minden meccset meg szeretnénk nyerni, tehát nem mondjuk azt, hogy csak a bajnokság vagy csak a kupa. Minden meccsre úgy fogunk felmenni, hogy nyerjük. Köszönöm szépen az interjút. Valamikor én alapítottam ezt a sportegyet 2015-ben, de a munkafejtelék miatt azért most a muszágot átadjam a Kóri Gyuszi barátomnak. Így most ülött az elnök, megfordultak a szerepek. Na hát, engem Gyuszi bácsi az elnöki irodába fogadott egy fájn finom pálinkával, úgyhogy köszönöm szépen, hogy jó helyen volt maga ott az elnöki irodába, jó dolgok vannak ott bent. Ami előtt még itt újra alakítottál volna a csapatot, vagy a elnök lett volna, azelőtt gondolom még tetszett kiállni meccsekre, vagy na, azért mégis itt volt. Azért voltak itt komoly, a helyi csapatnak komoly érdemei elérései, ugye a 3. ligába és a C ligába szerepeltek, ha jól tudom, nem is egyszer-kétszer? Egyszer juttak fel, de ott szerepeltek van 3 éven keresztül, igen. Hogy éltem meg egy ekkora község, hogy na, C-ligás csapatja? Tényleg nekünk egy nagy meglepetés volt, a falunknak egy nagy öröm, hogy C-divizióhez lehet köszönni egy pár helyi vállalkozónak és a volt polgármesternek és a polgármesteri hivatalnak. Nagyon nagyobb színvonalú meccsek voltak, normális, egy 3. osztály. Komolyabb csapatok jöttek, megjegyezném, hogy feljuttunk a Román kupába azzal a csapattal. 16-ot döntőbe, amit a Vandori Tükizsúval játszottunk. Ez a meccs itt volt? Nem, azt akartam elmondani, hogy itt kellett volna legyen, ugye már mi kisebb osztályban szerepeltünk, de meghívtak ők, hogy játszhatjuk az ők pályáikon, nehogy sérülések kezdenek a pályaviszonyok miatt, és nekik még azután A-divíziós meccsik volt is. Amit még úgy akartam kérdezni öntől, hogy azok ugye ide tartozik Papóca és Zágon községhez. Igen, igen. Hogy azért elég pirítós derbik szoktak, vagy régábácskával voltak komolyabb derbik, mert ő is volt a 3. ligában, igen, azt mondom, hogy olyan éves volt, hogy igen, egyszerre voltak. Igen, igen, azért igen. Egy 3. ligás Papóc-Zágon meccs, vagy Zágon-Papóc meccs, az azért milyen volt, vagy honnan ez a derbi dolog? Maga a játékszínvonal kicsivel magasabb volt, de ugyanez az a hozzáállás a két csapatnak, a szurkolót, a nézőiről beszélgetek, aki persze úgy éri meg, hogy a Papóci vagy a Papócia jobb, az Ágony vagy az Ágony. Mindig van ez a hájbeli derbi hangulat, és ez szerintem így fog, ez így ürököltük, és ez így fog maradni, én azt hiszem. Egy jó csapat játszott, egy jó csapat. Igen, áll. Igen, és nem hiába vannak ott minden évben a dobogón, valamelyik szintén. Én azt mondom, ha a szívem teszem a kezemet, hogy megidem egy üzemet előtt a Bardóczi Egyesület. Ettől függetlenül szerintem nem kell csüggedni, nem is csüggednek. Nem, jaj, Isten örözön, nem. Még hosszú a szezon. Még. Nagyon hosszú a szezon, és most alakultunk, ez egy friss csapat. És én azt mondom, 2-3 évvel biztosan, hogy ott leszünk, ahol szeretnénk lenni. És hol szeretnénk? Hát vannak előjelzések, hogy majd lesz pénz, és ha megtudnánk megint a 3. ligát, azt nagyon szeretnénk, hogy egyszer legalább odaig eljussunk. Ugye az én és a Kóri Gyuszi barátom vezetés alatt egyszer már játszottunk egy barást. Igen, amit meg is nyertünk, csak anyagi viszonyok miatt nem tudtuk vállalni a 3. liga szereplését. Hát akkor én kívánom, hogy ez teljesüljön, ha nem es idén, nem es jövőben, de a közeljövőben mindenképp szokjon ezt a csapat, legyen egy jó csapatjuk, és ha feljutnak a 3. ligába, akkor megígérem, hogy biztos, hogy álljövök egy szép. Köszönjük szépen, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Köszönöm az interjút. Megkérdezném, amíg hazaérünk, beszélgessünk el, hogy
Végül mit tetszik a mai meccsről gondolni, mint elnök, csapatelnök? Hát, kicsit rosszul esett az eredmény. Tudtuk, hogy nehéz meccs áll előttünk. Na, szerettem volna, ha megnyertük volna ezt a mai mérkőzést, de kell menjen az élet tovább. Tizenbérrel is elég jól játszottunk. Ambiciósan, de egy jó csapattal találkoztunk már ma. Nem jól esik ez az eredmény, de el kell fogadjuk. És ahhoz képest, hogy ugye nekem Gyuszi bácsi valamikor réges-régen edzőn volt, akkoriban milyen volt a menet, most milyen, hogy mennyit változott az egész megyei futball, és milyen irányba, és hogy változott, erről egy kicsit, hogyha beszélnem, hogy mit gondol, hogy milyen volt régebb, milyen most? Mit tudjak mondani? Sok játékoson látszik a fiatal nevelés. Akkor nem voltak ilyen gyereknevelések. Most egy kicsit kiválnak, hogy akik megfordultak magukat több helyen. Például itt mellettünk van Nándi, Király Nándor. Rajta is nagyon látszik, hogy kicsi kortól ugye volt a Diakonunál, utána a Sepsiváskánál, azért ma is nagyon kivált a csapatból, ügyes. De ő például ő még csak az ifjúságinál játszik neki. De a nagyobban is próbáljuk. Ezt akartam, hogy látni. Gyengébb meccseken felhozni, igen. Hát ő a nagy csapatban volt hozva, de ilyen nehéz meccseken, na, még... Persze megvan a nagy csapatnál sokára. Egy-két disznót meg kell etessünk vele, hogy... megbírja a nagy csapatot. Nándi, megeszel egy-két disznyót? Kettő. Mindenki maradjon velem, mert folytatódnak a kalandok. Ettől arra felé most már Kovász nem megyébe, idén nem leszünk, csak Hargita megyei meccsekre fogunk menni. Viszont én bátor tettnek gondolom azt, hogy a zágoni csapat pont a Bardóc ellen hívott meg, és örvendek ennek a meghívásnak olyan szempontból, hogy tényleg egy jó meccsnek, egy nívós meccsnek lehettem a szemtanúja. Eredménytől függetlenül, mert nyilván, hogy örökítik a hazai csapatnak, szurkolok én is, aki meghív, és annak szorítok. De ez egy ilyen nap volt, egy ilyen, ez így kellett történjen, azt szoktál mondani a nagyok. De tényleg köszönöm szépen a meghívást, és találkozunk a következő videóban. Én Mr. Originality, az a Csabika voltam, tyuklábludláb mindenkinek, és szervusztok!